Nemzeti ünnepünk március 15-én. Jó estét kívánok! A Tatai Televízió napi híradóját látják. Tartsanak velünk! Mansbart Antal emléktáblájától indult az ünnepi felvonulás. Koszorút helyeztek el a Magyar Királyi Honvéd szülőházánál. A Várudvaron tartott beszédek zárták a március 15-i rendezvényt. Megkezdődtek városunkban az 1848-49. Évi forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó rendezvények. Tatán hagyományosan több helyszínt érint az ünnepi felvonulás, melynek kezdetén Mansbart Antal katolikus pap a forradalom mártírjának emléke előtt hajtottak fejet. Zsákberényben élte meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mindennapjait Mansbart Antal, akinek egykori tóvárosi szülőháza volt a városi megemlékezés első állomása. A római katolikus plébános Szikszai János református lelkésszel együtt templomában felolvasta Kossuth Lajos függetlenségi nyilatkozatát, amiért a harcok bukása után súlyos megtorlás járt. A császáriak ezt kihasználva a szabadságharc bukása után koncepciós perbe fogták, melynek eredményeként a Nagyigmándon felállított és Hajnau szoros felügyelete alatt álló rögtönítélő bíróság kötél általi halálra ítélte mindkettőjüket. Hajnau kegyelmezett, kötél helyett golyó. Mansbart Antalt és Szikszai Jánost koporsó és szertartás nélkül jelöletlen sírba temették. Mansbart Antal sorsa, egybeforva Szikszai János református lelkés sorsával, katartikus élményt nyújt az újabb nemzedékek számára ma is, hogy tisztaságot, kitartást, szolgálni tudást és helytállást merítsünk belőle. Pacsirta szót hallok megint. Egészen elfeledtem már. Dalolj tavasznak hírmondója te! Dalolj te kedves kismadár! A helyszínen a Vaszari János általános iskola diákjai adtak műsort, majd a forradalom mártírjának emléktáblájánál Kovács Csaba Albert plébános mondott áldást, és idézte Pap Miklós erkölcs teológus írását. Megtanultuk a történelemből azt is, hogy az emberi jogokra hivatkozva roppant hasznot lehet kicsikarni a zavaros helyzetben. Fegyverek, részvények, befolyás. Szemünkbe hintik a hangzatos szavakat, és folyik a háttérben a sátáni alkú. A morál teológia el tudja fogadni a jogos önvédelmet, az erkölcsileg igazolt forradalmat, de a jelen helyzetben nem látszik erkölcsileg igazoltnak a fegyverek használata. Az egyházak hivatása most az, keleten és nyugaton is, hogy a békére sürgessék a vezetőket, és leleplezzék az álnok szándékokat. A nyugati, katolikus, protestáns és a keleti ortodox egyházaktól is elvárt, hogy a karácsony, a nagypéntek és a pünkös szellemében szóljanak. Urunk Jézus Krisztus, élő Isten fia, könyörülj rajtunk bűnösökön. A résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait, majd a menet a tópart felé haladt tovább. A márciusi ifjak egyike volt Hamari Dániel, a tatai születésű honvéd tüzérhadnagy szülőháza a Tópart utca 6 szám alatt áll. Az épület és a rajta található emléktábla minden március 15-i megemlékezés helyszíne. Hamari Dániel orvos Tatán született 1826 márciusában. 1848 március 15-én ő is ott volt a Pilvax kávéházban gyülekező forradalmárok között. Jelen volt a 12 pont proklamálásánál, részt vett Táncsics kiszabadításában is. Egyike volt a márciusi ifjaknak az orvos, honvéd tüzérhadnagy Hamari Dániel. Ebben a házban az öreg tópartján látta meg a napvilágot, tanulmányait a tatai református elemi iskolában kezdte. Hamari Tatán az alakulóban lévő nemzetőrök közé állt, és a Komárom megyei nemzetőrökkel, atyával és két testvérével részt vett a sveháti csatában. Ezután a komáromi vártüzérekhez állt. Jelen volt az 1849. július 2-ai és 11-ei csatákban. A szabadságharcban való részvétele miatt sok zaklatásnak volt kitéve, sőt több heti fogságot is szenvedett. 1854-ben orvossebész doktorrá avatták, Tatán dolgozott orvosként.
Hamari Dánielnek a szabadságharc megtorlása utáni Magyarország felépítésében is elévülhetetlen érdemei vannak. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldololni saját fájdalmas örömed, nincs rá szüksége a világnak, s azért a szent fát félretedd. Az ünnepi műsort a diákok Petőfi művekkel folytatták, nem csak a 21. század költői című mű, de a nemzeti dal is elhangzott. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hamari Dániel sokoldalú és előremutató életpályájának tiszteletére itt is koszorúkat helyeztek el az emlékezők. Az ünnepi felvonulás utolsó állomása a Várudvar volt, és az 1848-as emlékoszlop, melyet a Szövetség Tatáért Alapítvány közadakozásból állított 2010-ben. Itt mondta el ünnepi beszédét Bencsik János, a Tatai Medence országgyűlési képviselője, és Méhű József, Tataváros polgármestere. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékező, hősei előtt tisztelgő városi rendezvény a vár melletti téren folytatódott. A tatai eseményeknek emléket állító oszlop előtt, melyet a Polgári Körök Tatai Szövetsége, a Tatai Képviselőtestület és helyi polgárok adományaiból állítottak fel. Itt osztotta meg ünnepi gondolatait Méhi József tataváros polgármestere. Nekünk tataiaknak is vannak olyan hőseink, akiknek életpéldájába belesűrűsödik az őseink és a mi magunk élete is. A láng lelkű életét fiatalon először Istennek felajánló, lelkek megmentéséért dolgozó, de a földi élet igazságának kimondására is hajlandó, aztán ezért a halált is bátran vállaló papunk, a 200 éve született Mansbart Antalunk ilyen hős. És van a 12 pont megfogalmazásánál ott álló lelkes, mindent egy csapásra helyreállítani akaró, jogot és orvoslást tanuló egyetemista, tatai Hamari Dánielünk is, aki még a szerinte akkor sok baj okozóinak, a szerzetes rendeknek a feloszlatását is papírra veti, de ő a szabadságharcos katona is, aki végül életét, visszatérve szülővárosába, mint egyházfi, közösségépítő és mint tudós, gyógyító orvos éli le. Tisztelt emlékező és ünnepi közösség! Visszatekintve ma már egyben látjuk a folyamatot, és tudjuk, hova vezetett, mit nyert magyarságunk sokak tenni akarásából. Az ünnepi beszédek sorát Bencsik János országgyűlési képviselő folytatta, aki gondolatait azzal kezdte, az általunk ismert világ meginogni látszik, birodalmi központok érdekei feszülnek egybe, olyan érdekek, amik ritkán egyeznek meg a nemzeti érdekekkel. Nekünk egy érdekünk van, amikor változik körülöttünk a világ, hogy megőrizzük saját hazánk, országunk biztonságát és békéjét. Ennél fontosabb nincs. A békéhez viszont erő kell. Az erőhöz pedig egység. Egység, amit a katonáink mutattak az elmúlt hét esztendőben, az ország határainak védelmében. Egység, amelyeket az orvosi rendelőkben és a kórházakban mutattak meg orvosaink, ápolóink, nővéreink. És egység, most a szomszédunkban zajló háború következtében menekültek általános megsegítésében. A képviselő úgy folytatta, van mit tanulnunk a történelmünkből és eleinktől, leginkább azt, hogy mindig tudjuk a változások idején is, mi a dolgunk, és azt tegyük meg. A szabadságharcaink, azok sosem hódító háborúk voltak. A szabadságharcaink az önrendelkezésünk megszerzéséért, visszaszerzéséért vagy megőrzéséért zajlottak. Önrendelkezés, hogy a saját dolgainkban, másokkal békés szövetségben, de a saját szokásaink, a saját kultúránk, a saját érdekeink szerint hozzuk meg a döntéseket. De a bal sors az mindig kísértett bennünket, és mindig voltak olyanok közöttünk,
akik nem a nemzeti érdeket, nem Magyarország elsődleges érdekét képviselték, hanem a birodalmi központok érdekeit szerették volna érvényesíteni, és a helyi döntéshozásnak a lehetőségeit eltávolítani, országhatáron kívülre helyezni, hogy máshol döntsenek a sorsunkról. A szabadságharcaink mindig arról szóltak, hogy balsors ide, balsors oda, visszaszerezzük az önrendelkezést, mert csak akkor tudjuk úgy alakítani és berendezni az országunk életét, ahogy azt eleink és őseink is ránk hagyatva, ránk hagyatkozva, ránk hagyományozva elvárják tőlünk kései utódoktól. Bátorítson bennünket Berzsenyi Dániel rövid mondata, miszerint nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csoda dolgokat. A mi országunk ugyan kicsi, de a nemzetünk óriási. Hazádnak légy híve, ó magyar! Isten óvja a magyart! Továbbra is várják az alkotásokat az Ezer Arcunk, Ezer Rajzunk képzőművészeti pályázatra. A kezdeményezésre 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Az idei pályázat mottója: Álmodtam egy világot magamnak. Tataváros önkormányzata szeretettel hívja és várja a tataiakat március 16-án szerdán a Kossuth térre, ahol az ünnepi rendezvénysorozat folytatódik. Az országzászló szobornál a magyar zászló és címer napja alkalmából reggel 8 órakor kezdődik díjátadó ünnepség. A tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket elért tatai általános és középiskolás diákok, valamint felkészítő tanáraik részére. Keddesti híreink következnek egy-egy mondatban. Mansbart Antal emléktáblájától indult az ünnepi felvonulás. Koszorút helyeztek el a Magyar Királyi Honvéd szülőházánál. A várudvaron tartott beszédek zárták a március 15-i rendezvényt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Március 15-én keddeste a Tatai Televízió napi híradóját látták. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk. Én további szép estét kívánok, viszontlátásra!